Micsinyei László, 6. B-s diákunk előttünk, aki a hétvégi versenyén egy nagyon szép eredményt ért el. Arra kérnélek, hogy mesélj róla. Hát először is csoportai busszal mentünk, mert több egyesület is jött. Mi egy mikrobuszba mentünk, ami 12 személyes volt. 8 órás volt az út. Kb. 5 óra után érkeztünk meg a határhoz, és a maradék 3 órában pedig Rijekába mentünk megszállni. Milyen versenyre mentetek Rijekába? Rijeka a GP. Ez milyen verseny? Ez volt a verseny neve. De ez egy nemzetközi karate? Nemzetközi karate verseny. Igen. Milyen eredményt értél ezen a versenyen? 2/3 helyet. A saját kategóriában 11-en voltunk, másikban meg csapatban voltunk, 3 fős csapatban. Hogy hívják az egyesületet, aminek a színeiben játszottam? Arcészlős. De most, akit külföldön hungariként neveztek, magyarokként. Igen. Mióta versenyzel, illetve mióta jársz az egyesületben? 6 éve. Miért választottad ezt a sportot, mit szeretsz benne? Hogy jól fejlődök benne, hogy... mert kell a sport, hogy le tudjam vezetni az energiámat, meg jól esik csinálni. Hogy hívják az edződet? Kinek köszönhetjük ezt az eredményt? Klíma Zsuzsanna és Színák Attila. Hát további sikeres szereplést kívánunk, és várjuk majd az eredményeidet jövőben is. Köszönöm.